Pázvány Péter röviddel a halála előtt 1635-ben egyetemet alapított Nagyszombatban. Gyakorlatilag a katolikus teológia képzése azóta folyamatosan zajlik Magyarországon, így mondhatjuk azt, hogy a Pázmány hittudományi kara Magyarország legrégebben folyamatosan fennálló felsőoktatási intézménye. A katolikus teológiának megvan ez a dicsősége, hogy Magyarországon ma ezt a tárgyat, ezt a disziplinát oktatják legrégebb óta folyamatosan. Így várjuk mi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán különböző képzéseinken az érdeklődőket. Többféle képzést indítunk ezen a karon, MA, illetve BA képzéseket is, doktoriskolás képzéseket, illetve posztgraduális képzéseket is, melyeket röviden szeretnék ismertetni. Az alapképzéseink, amelyek BA diplomát adnak és 6 fél évesek, a közösségszervező szak nappali tagozaton, illetve a katekéta lelkipásztori munkatárs szak, amelyet levelezőképzésben végezhetnek el az az iránt érdeklődők. A közösségszervező szak olyanok számára lehet érdekes, akik plébániai munkában szeretnének részt venni, katolikus intézményekben szeretnének valamifajta közösségszervező tevékenységet ellátni. Nyilvánvalóan idővel érdemes azt a szakot MA diplomával is kiegészíteni, de alapvetően ezzel a diplomával, BA diplomával is találhat valaki egyházi vagy egyház közeli intézményekben munkát, közösségszervezésben, akár kommunikációban, tábor vagy egyéb szabadidős programok megszervezésében, illetve bizonyos minimális katekézis megtartásában is akár. A katekéta lelkipásztori munkatárs levelezős képzésünk ehhez hasonló portfóliót kínál, hasonló érdeklődésűeket hív, de a fókusz sokkal inkább a tanításon, a hit továbbadásán van. Ez is csak egy BA képzés, de lehetőség van arra, hogy plébániai, akár plébániai vagy más intézményi keretek között az illető a hitet továbbadja, tanítson. Az osztatlan képzéseink 10 fél évesek és MA diplomát kínálnak, ez a katolikus teológus szak, illetve a hittanár nevelő szak, melyek mindkét képzés nappali, illetve levelező formában is működik nálunk. Katolikus teológus kifejezetten tudományos, kevéssé a lelkipásztori orientációra figyel, kevéssé a praxisra, a gyakorlatra, kifejezetten a teológia elmélyült művelésére szolgál. Elsősorban ugye a kispapok végzik el, a papnövendékek ezt a szakot, illetve mások világiak is, akik a teológia iránt érdeklődnek, tanácsos ezt utána a doktori iskolában folytatni, akár a doktori megszerzésével betetőzni ezt a képzést. A hittanár nevelő szakunk a kifejezett hitoktató képzés. Nappali, illetve levelező rendben is oktatunk hittanárnevelő szakosokat, akik később iskolai keretek között, általános iskolákban, gimnáziumokban katolikus hittant fognak tanítani. Erre megnövekedett az igény az utóbbi időben, tudjuk az általános iskolákban kötelező választani az etika, illetve a hittan között, és akik a katolikus hittant választják, olyan nagy számban érkeztek az utóbbi években, hogy nagy számú hitoktatóval is bővítettük az egyházmegyék hitoktatói közösségét. Így aki hittanár szeretne lenni, szeretettel várjuk a hittanár nevelő képzéseinken. Mesterképzéseink. Ugye a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen működik egy kánonjogi posztgraduális intézet. Ez szorosan kötődik a hittudományi karhoz, jól lehet ez egy önálló szakintézet. Egy 4 fél éves MA képzésben várjuk azokat, akik kánonjogot szeretnének tanulni, és BA diplomával rendelkeznek. A mi képzéseinken ugye a katekéta lelkipásztori munkatárs BA szakon végzetteket várjuk szeretettel. De azokat is, akik már hittanár vagy teológus diplomával rendelkeznek, hiszen ezt a képzést egy 2 fél éves modulban erre is ráépíthetik. Másik mesterképzésünk a hittanár nevelőtanár szak, amely 2 fél éves és MA diplomát ad azoknak, akik már rendelkeznek hittanár vagy teológus oklevéllel, elsősorban vidéki főiskolákon szerzett ilyen oklevéllel, és ezt ki szeretnék egészíteni pedagógus végzettséggel. Mindenre épül rá a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának sajátos doktori képzése a kánonjogi szakirányban, illetve a teológiai szakirányban azok számára, akik mélyebben tudományosan is szeretnének ismerkedni a katolikus hittel. Szeretettel hívjuk és várjuk a képzéseinken azokat, akik a katolikus hit iránt mélyebben érdeklődnek, akik elkötelezettek abban, hogy az egyház missziójában részt vegyenek, akik elkötelezettek abban, hogy a hitről mélyebb ismereteket szerezve gazdagítsák a magyar teológiai életet is.
Válaszd a minőséget, válaszd a Pázmányt.